Az előző videóban megnéztük, hogy a Visual Studio milyen fejlesztő környezetet biztosít a Xamarin plugin segítségével az Android fejlesztéshez. Ez nagyszerű, kiváló fejlesztő környezetet ad ez a plugin, de két probléma van vele. Az első probléma az, hogy csak a Visual Studio fizetős verzióival tud együtt dolgozni, hiszen csak a fizetős verziók tudnak pluginokat kezelni. A másik probléma az, hogy csak Windows rendszeren érhető el a Visual Studio, meg kell már más fejlesztő környezetbe kell dolgoznunk. Ezt a problémát próbálja kezelni a Xamarin Studio, amelyet ugye kapunk, hogyha megvásároljuk ezt a keresztplatformos rendszert. A Xamarin Studio Windowson és Mac-en is fut, és ez főleg akkor jó, hogyha egyszerre kell fejlesztenünk egy alkalmazást Androidra és mondjuk iOS-re, és azonos környezetben szeretnénk dolgozni. No, nézzük is akkor meg, hogy milyen ez a Xamarin Studio a Visual Studiohoz képest, hiszen ő az etalon. Tehát indítjuk el a Xamarin Studiót. Egyébként egy egészen ízléses rendszerről van szó, sokat fejlődött ezen a téren is a Xamarin. Ugye a file új, és új megoldás néven létrehozhatnánk egy solution, de ehelyett mi nyissuk meg azt a TestDroid alkalmazást, amelyet a Visual Studio-val hoztunk létre. Tehát ugye azt az asztalra mentettem, itt van, hogy TestDroid, és a solution-re klikkelve nyissuk is meg ezt az állományt. Tessék, itt van a kódszerkesztő, a Xamarin Studio, amelyben Windowson és Macintos rendszereken is tudunk fejleszteni. Most már egy kicsit rövidebbre fogom venni az ismertető, csak a leglényegesebb dolgokat emelném ki. Először is az, hogy egészen kellemes a kódszerkesztő a Xamarin Studio-ba. Én nagyon nagyra tisztelem az Eclipse-be fejlesztő kollégákat, programozókat, de azért, hogyha egy metódus felül kell írni, azért valljuk be őszintén egy picikét macerás, mindenféle panelen, ablakon keresztül jutunk el a célunkhoz. Itt viszont ugye beírjuk azt, hogy override, egészen klassz a kódkiegészítés is, nyomunk egy space, és mondjuk az onResume metódust fölül szeretnénk élni, klatty, készen is vagyunk. Tehát azért a Visual Studio-t próbálja másolni, próbálja követni a Xamarin Studio, és egészen jól megy neki. A kódszerkesztőn kívül ugye baloldalt van a Solution Explorer, amit itt megoldás néven találunk. A mappa szerkezetet nem mutatom be, hiszen minden ugyanaz. A layoutnál érdekes még a main XML. Ugye itt betöltődik a vizuális editor, itt kapunk egy sárga figyelmeztetést, hogy figyeljünk oda, hogy az Android SDK kisbetűvel írt resource foldereket keres, vár, és ebbe akadhat gond, ami aranyos az egészbe, hogy a Visual Studio-ba a nagybetűs foldereket maga a Xamarin plugin hozza létre, és itt pedig a Xamarin Studio minket figyelmeztet arra, hogy ebből baj lehet. Nagyszerű. Zárjuk be, egyébként nekem még ebből nem adódott problémám. Itt látható ugye a Xamarinnak a vizuális editora, landscape, portré, mint az előzőbe, belenagyítunk, visszajövünk, és a többi jobb oldalt van a widget lista, ugye a toolbox, amiből ugye be lehet ráncigálni a különféle UI elemet a layoutra, a tartalom nézetnél, ami ugye design volt a Visual Studio-ban, itt van a forrás, egészen furcsa magyar nevekkel dolgozni. Látható, itt van a lineal layout, és benne a button, tehát semmi különbség nincsen. Amit meg kell nézni, az az, hogy az eszközöknél az option-be ugye a SDK location be van állítva, ha van három zöld pipánk, akkor már nagy baj nem lehet. Valamint még nézzük meg, hogy hol van a locket, nézet, panelek, és ha minden igaz, itt van, hogy Android log, és akkor őt is előcsalogattuk, csak hogy a legfontosabb dolgokat megemlítse. Nos, hát jöjjön akkor a nagybetűs fordítás, nyomjuk meg a play gombot, szépen jönnek az üzenetek,
hogy éppen hol is tartunk, közben behozom magát a virtuális eszköz, ugye, ami meg van nyitva, és várjuk a csodát, úgymond, és igen, sikerült, Test Droid betöltődik, tehát a Xamarin Studio-ból is szépen kiküldtük a minta alkalmazást, és ugyanúgy működik, mint amikor a Visual Studio-ból ugye dolgoztunk. Hát, röviden, ez a Xamarin Studio. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenképpen komolyan kell venni ezt a fejlesztő környezetet, hogyha valóban ki akarjuk aknázni a Xamarinnak az ígéretét, azaz egy keresztplatformos fejlesztő környezetet kínál a fejlesztő társadalomnak, és ha ugye ezt a rendszert megszokjuk, akkor Mac-en is, Windows-on is otthon érezzük magunkat a fejlesztő környezetbe, ami egyébként nem rossz. Én bevallom őszintén, azért menekültem a Xamarin karjai közé, mert az Eclipse-el egyszerűen nem bírtunk összebarátkozni, nem alakult ki egy barátság köztem és a rendszer között, biztos, hogy velem van a baj, de hát szerintem már maga a Xamarin Studio is fényévekkel veri az Eclipse-be való fejlesztést, és most elnézést kérek mindenkitől, aki abba dolgozik, és boldog ember. Szerintem egyébként zárójelben megjegyzem, ezt a Google is azért észrevette, és elindította az Android Studiót, és hát nagy szeretettel várjuk az 1.0-as verziót. Nos, megnéztük ezt a környezetet is, most már nincsen más hátra, mint hogy elkezdjünk alámerülni a Xamarin.android világába.